Január 6-a, azaz vízkereszt napja. Bizonyára erről az emberek azt tudják, hogy ilyenkor kell leszedni a karácsonyfát. Azonban emellett több egyházi szokás is kötődik ehhez a jeles naphoz. A kereszténységben vízkereszt a 4. század elején vált liturgikus ünneppé. Ilyenkor azt ünnepeljük, hogy a három királyok ugye megjelennek Jézus jászolánál, és az azt jelenti, így is mondjuk, hogy a jelenés, megjelenik a világnak Jézus, mert a három király az pogány volt, és azzal, hogy Jézus megszület, nem csak a úgymond keresztényeknek születik meg, hogy csak mi, hanem mindenkinek felkínálja magát. Ez az ünnepnek a jelentősége, Jézus megjelenésének az ünnepe, így is szoktuk mondani, és ilyenkor még vízkereszt ünnepén szoktunk vizet is szentelni, ez nagyon szép hagyomány, elmegyünk házakhoz utána, házszentelőre, ilyenkor írunk fel a majtófélfára, ilyen szöveget, nem tudom, hogy tudják, hogy mit, hogy főleg a dátumot 2023, és akkor CMG, ez a Gáspár Menyhét Boldizsár, azért van C, mert hát ugye szokták mondani ezt több értelemben is, hogy Kaspár, a német nyelvterületén jön, de igazából nem ez a lényeg, háromfajta hát népies kifejezés is van erre. Az egyik, ami nagyon-nagyon népies, nagyon nem igaz, ami szoktuk tréfában mondani, hogy gazda menny borért, ugye ezt, de nem ez az igazi, hanem az, hogy szokták ezt, hogy Gáspár Menyhét Boldizsár, de ami a legigazibb, hogy Krisztus manzione benedicat, Krisztus megáldja a házat. Tehát vízkereszt után elmegyünk, és megáldjuk azt a házat, de főleg az emberek, akik ott élnek, hogy a családokban béke legyen. Tehát tényleg erről nagyon szeretek beszélni, hogy mennyire, hát nem az, hogy irigylem a házas embereket, meg a gyerekeket, hogy van nekik egy pár négyzetméter, ami a legszentebb hely. A világon lehet x ezer millió négyzetméter, nekik az a pár négyzetméter a legszentebb. Vízkereszt egyben a nagybőjtig tartó farsangi időszak kezdete is. Hosszabb változó, a nagybőjt kezdetét jelentő hamvazó szerda időpontjától függ. Magyarországon a farsangi szokások a 15. században honosodtak meg. Azt írják le a középkortól kezdve már, hogy ebbe az időben annyit esznek, isznak, mintha egy 40 napos hajóútra tartalékolnának. Tehát ez minden, de ez Oroszországtól kezdve Nyugat-Európa bármelyik államára is érvényes volt, ez a nagy ünneplések és tobzódások. Tehát ahogy említettem, ebben az időszakban mindent lehetett csinálni, ezért nem büntettek senkit. Még a másik az ugye, hogy a maskara, az állarc alatt csinálták, tehát nem is nagyon tudták, hogy ki az, aki elköveti ezeket a dolgokat. És tulajdonképpen a farsangi mulatságok, farsangi ünneplések elsősorban a városokban nem is voltak mások, mint egy városi színház. Egy olyan színház, ami nem színpadon zajlott, és amilyen keretesen nagyon volt, a város maga, a városi főtér volt a kerete, ahol mindenki résztvevője volt ennek a színháznak, mert gyakoriban előfordult, hogy például a úri hölgyek ugye tojásra dobálták meg a farsangolókat az emeleti ablakokból például, vagy a farsangosok, az is gyakorlat volt, hogy bementek a házakba, és ott azért tobzódtak, mulatoztak, összekenték a ott élőket, és egyéb. De hát ez büntetlenül szabad volt ebbe az időszakban, és hát ez az idő főleg ha hosszú volt, akkor azért érthető módon hosszú ünnepsülés is volt, de tulajdonképpen, ha magát a farsangot nézzük, akkor nem egész végig ugye ez a hosszú időszakban történtek ezek a napi események és a népszokásokhoz kapcsolódó elemek, hanem elsősorban a farsang farkára tevődtek, farsang vasárnaptól kezdődött, ez a farsang vasárnap gyakorlatilag a húshagyó hétfő, de hát az még nem mondhatjuk, és a farsang vasárnap. A farsangi népszokások ötféle elemet tartalmaznak, mondja a néprajzkutató. Az egyik tulajdonképpen a farsangi hiedelmeknek a szokás eleme, a másik a farsangi köszöntésnek az eleme, a harmadik a dramatikus népszokásoknak az eleme, a negyedik a táncoknak az eleme, bulizás, ugye, az ötödik pedig a villáncsúfolás. De a farsangi hiedelmek azok tulajdonképpen ugyanúgy voltak, mint a többi népszokás elemnél, tehát jeles napnál megjelent. Általában a következő esztendő termékenység varázslása folyt ezen a napon, vagy különböző egyéb jóslás tevékenységek. Például egy érdekes szokást mondok el, ugye általában a férjjóslásra szoktam beszélni, mert mindig a hölgyek kíváncsiak, ugye ki lesz a férjük és egyéb. Hát például olyan szokás elterjedt itt Tolna megyében, hogy a csontot kitették, illetve
Hát több csontot kiraktak, és ha fölírtak minden csont mögé egy nevet a falra, és amelyiket csontot elvitte előbb a kutya, olyan nevű lett a férje. A dramatikus népszokások különböző paródiaként jelentek meg. Beöltöztek, nagyon kedvelték a különböző állatalakokat, medvét például, a medvetáncoltatás az nagyon gyakori volt ebben az időszakban. De talán a két legjellemzőbb volt erre az időszakra a lakodalmi paródia és a temetés paródia. Ennek nagyon gyönyörű emlékei maradtak meg Magyarországon. A harsangnak a legfontosabb jellemzője az a maskarázás. Tehát mindenki beöltözik, nem csak az, hogy állarcot teszünk föl, hanem tulajdonképpen az, hogy valaminek beöltözünk. Amit mindannyian ismerünk, ez a negyedik eleme tulajdonképpen a farsangnak, ez a farsangi bálok. Megkezdődik a farsangi báli szezon, ugye a farsang az ismerkedés ideje. Itt ismerkedtek a fiatal, és utána hamarosan megtörtént a lánykérés és a házasság is utána. Nem sokáig várakoztak veled.